Nyílt levélben kérdezi az örmény kisebbségi önkormányzat Navracsics Tibortól, hogy a kormány mit tett és mit fog tenni Ramil Szafarov ügyében. Arra kíváncsiak, hogyha önerőből nem tudta elérni a magyar diplomácia, hogy a bűnös letöltse büntetését, megpróbálták-e az ügyet nemzetközi fórumok elé vinni. Az örmény önkormányzat bízik benne, hogy nem a szabadonbocsátás utáni botrány miatt átadott diplomáciai jegyzék lesz a kormány egyetlen tiltakozó akciója. Szafarov még 2004-ben ölt meg Budapesten egy örmény katonát, akivel ugyanazon a NATO gyakorlaton vettek részt. Szerkesz Ján Szaván a vendégem, az örmény kisebbségi önkormányzat elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Most azt tudakolják, hogy hol tiltakozott a kormány, mit tett még a tiltakozásának a elérése vagy célbaérése érdekében. Hát szerintem önök is tudják, hogy valószínű sehol, nem? Hát valóban természetesen ez egy költői kérdés volt. Mi is tudjuk, hogy nem történt semmi az ügyben. Hát ellenben meglep bennünket, ugyanis akkor tájt a kormány azt mondta, hogy nem tud semmiről. Tehát, hogy őt magát is meglepték ezek a fejlemények, hogy szabadon bocsájtották. Igen. Ha ez így van, akkor vártuk az őszinte felháborodást, amihez jogkövetkezmények fűződnek, sőt tettek. Na most szerintünk a diplomáciai eszközeit sem merítette ki a kormány, nemhogy egyéb nemzetközi fórumhoz fordult volna, vagy egyenesen az uniós tagságunkból adódó lehetőségeket kihasználta volna a nyomásgyakorlásra. Hát egy diplomáciai jegyzék született, amikor Azerbajdzsán nagykövetét bekérette, Németh Zsolt talán, és akkor egy diplomáciai jegyzéket adtak ki. Én ennyire emlékszem, ennyire hát tudok. Hát ennél kevesebbet nem is tettek volna, nekem az a véleményem. Na de ennél többet tettek-e? Hát ennél többet sem tettek. Tehát akkor ez tudom, már nagyobb hát baj. Ez egy igen nagy baj, és különösen a tekintetben, hogy mondhatom így, a magyarsághoz tartozó nemzetalkotó kisebbség, az örménység sok tekintetben hátrányt szenvedett, sőt egyenesen pellengére állították az álláspontja miatt, hogy számunkérően lép föl a kormányzattal szemben. Kik állították önöket pellengére? Hát ez megtörtént a kormány részéről, megtörtént a Jobbik részéről, és hát folyamatosan végeredményben mellőznek bennünket, fenyegetések értek bennünket, életveszélyes fenyegetés. Engem személy szerint életveszélyes fenyegetés. Miért? Tehát önök jöttek ki rosszul a történetből, hát mert hogy a baltás gyilkost hazadjuk, majd az azért közlik, hogy hú, hát köszít, de egyébként nem viszük börtönbe, hanem inkább nemzeti hős csinálunk belőle. Ezt önök szóvá teszik, meg nagyon sokan még önökön kívül, és akkor az jön ki rosszul a történetből, aki ezt szóvá tette? Hát hogyne, hát ez egy elhallgatott történet. Ezt gyakorlatilag lezárták ezt a történetet, azt mondták, hogy Magyarországon ennek nincs felelőse, ebből következőleg nincs mit tenni az ügyben. Hát senki nem számolt el ez ügyben a lelkiismeretével és semmi egyébben. Azt nem tudjuk, hogy ki mit csinált a saját lelkiismeretével, de itt most az ez esetben kevés is. Ennél már többet tudunk, akkor hagyd mondjam el, hogy mi mit tudunk. Hát volt egy okirat, amin a kiadatásnak a hivatalos eseményét végül is dokumentálták, vagy egyenesen nevezzük, annak engedélyezték. Uh-huh. Ez a dokumentum, egy kollégámnak volt szerencséje ezt látni, ez nem Navracsics úr írta alá, hanem egy alacsonyabb beosztású minisztériumi funkcionárius, ellenben az irat, hogy lássuk ugye a kontrasztját, tartalmaz egy utalást arra, hogy a miniszterelnök engedélyével. Na most ebben az ügyben a miniszterelnöknek semmi szerepe nincs, véleményem szerint. Ez egy szakmai kérdés, véletlenül sem politikai kérdés. Szakmai alapon nem kellett volna ugyanis elengedni. Amennyiben a politika ebbe beleszólt, az azt jelenti, sőt jellemzően nyilvánvaló egy tisztviselő, akkor tesz egy ilyen megjegyzést végeredményben a munkájának a gyümölcsét úgymond értékelve vagy magyarázva, amennyiben esetlegesen a szakmai meggyőződésétől ez eltérő. Még Lázár János sem állt ki önök mellett? Hát Lázár János nem fog kiállni mellettünk, hát ő Hódmezővásárhelyi polgármestereként olyan nagyszerűen meg lett vezetve, hogy az azeri nagykövet majdnem egy hodzsali emlékművet prezentált neki, amit ő nagylelkűen föl is avatott volna. Ez a hodzsali emlékmű, ez azt szolgálta volna, hogy a karabaki háborúban az örmények állítólag lemészároltak több száz azeri civilt. Hát a történetet szerintem a Wikipédián nyugodtan mindenki elemezheti. Szerintem Lázár János ezzel a történelmi múlttal
Szerintem ő tisztában van, nem? Hát szerintem nincs. Hát a kormányzatban nagyon sokan nincsenek tisztában az ottani kérdésekkel. Hát most többet nem mondjak, nekem volt szerencsém a Martonyi úrral tárgyalni, akkor még nagyon jámbor hangokat ütöttek meg. Rá két hétre Martonyi úr ragadtatta magát, hogy az örmények hát miért is háborodnak föl, hiszen ők maguk is követtek már el hasonlót, vagyis hogy megdicsőítettek egy merénylőt. Hát erről szó nincs, hát ez körülbelül a jereváni híreknek a színvonalára süllyesztette a külügynek a kommunikációját. Ő azt állította, hogy egy örmény, de örmény országi örményről persze, elkövetett egy merényletet Párizsban, még valamikor a 80-as években, majd Örményországban nemzeti hős lett, állampolgárságot kapott, stb. Hát ebből semmi nem igaz. Egy örmény származású libanoni állampolgár egy merényletben részt vett, Franciaországban a büntetésének jelentős részét letöltötte, majd az állampolgársága szerinti országba távozott, kiadták Libanonnak, ott szabadult, miközben ez Örményország. Miközben akkoriban még turistának se járt, aki már elnézést az örmény szovjet szocialista köztársaságban. Értem a költői kérdéseit és a felvetéseit. Én azt nem értem, hogy ebben az egész történetben, amikor egy azeri baltásgyilkosról van szó, azt tudjuk, hogy a történelmi múlt, ami még sajnos jelen is egy le nem zárt múlt alapján, ez miért érinti különösen érzékenyen az örményeket. De úgy minden állampolgárt, örményt, magyart, német, teljesen mindegy, tehát maga a tény, hogy van egy ember, aki valami különös kegyetlenséggel, brutalitással és nyugalommal öl meg egy másik embertársát, majd mikor hazamegy, akkor őt nemzeti hősként elkezdik ünnepelni, és azóta is az. Tehát, hogy maga ez a tény, hogy ez megtörtént, ez nemzetiségtől, kisebbségtől, mindentől függetlenül, ez minden érző normális embert felháborít. Tehát én ezt nem értem, hogy most önöket vádolni után, hogy bezzeg az örményeknek is volt egyszer, aki Párizsba akárhány száz éve. Miért? Ez hogy jön ide? Hát nyilvánvalóan valahogy mentegetőzni kellett, tehát ennek az egész... Tehát egyik a másikat nem oldja ki, egyik a másik súlyát nem emeli, ki, és nem is oldja ki. De azt, szerintem azt hozták ki belőle, hogy tévedni emberi dolog, szóval valami ilyen, ez a kategória lett, szóval körülbelül ez lett az a színvonal, amit el tudtak ezzel érni. Én azt tudom mondani, hogy ennek mind a mai napig van aktualitása. Hát gondoljon bele, Magyarországon egy örmény, pláne egy örmény vezető, mondjuk adott esetben én, hogy érezheti magát biztonságban. Hát azt jelentette ki a Navracsics-féle minisztérium és politikusok, hogy most sem járnának el másképp. Tehát sőt hozzáteszem, Alijev, aki egy diktátor, tehát most mi egy diktatúráról beszélünk Azerbajdzsán esetében, az más kérdés, hogy ez az egész Szafarov ügy annyira szerencsétlen, hogy kicsitől nagyig mindenki lelkesen fogadta. Tehát ez nem csak a diktatúrának volt egy sikere, hogy Magyarországon elérte azt, hogy kiadják, vagy szabadítsák, mert nekem meggyőződésem, hogy ő Magyarországon szabadult. Tehát ebben mindenki tisztában volt, hogy amennyiben őt visszaszolgáltatják, ez lesz a következmény. Hát volt szerencsém egy volt igazságügyi miniszterrel beszélni ez ügyben. Az ő regnálása idején ezek a kísérletek, a kiadatási próbálkozások folyamatosan jelen voltak az azeri részről. Erre ő mit tett? Tehát most név szerint, hogy elmondjam, ő azt tette, hogy berendelte az azeri nagykövetet, az örmény nagykövetet, a minisztérium apparátusából is ott volt a szakreferens, aki tisztában volt az egész ügyel. Megkérdezte az azeri nagykövettől, hogy ha mi kiadjuk az önök állampolgárát, mi fog történni? Mondhatom, az azeri török nagykövet virágnyelven, de őszintén megmondta, hogy hát, vagyis végül is egérutat kapott az ügyben, azt mondta, hogy hát mit mondjak erre, hát nálunk nemzeti hős. Na most az akkori miniszterünk tudta ebből, hogy hát akkor nemzeti hősök bizonyára nem fognak ülni sehol sem, a szabadságvesztésüket nem fogják ott eltűnni. Na minden esetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy válaszol önöknek Navracsics Tibor, és hát ha csak feltételezzük a jót, hát ha csak mi nem tudtunk róla, és olyan komoly diplomáciai lépéseket tett a kormány, hogy számon kérje ezt az azerbajdzsáni tettet. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kezdjük sokan.